Na sziasztok! Ez itt a Vezetek Veledek második adása. Bejött nektek nagyon ez a vezetős kamionos vlog, úgyhogy most folytatom. Kicsit megfűszerezve egy kis itt-ott dumával esetleg. Meg esetleg ahova tudom beviszem a kamerát. De elsősorban meg szeretném nektek mutatni a kertemet. Egy gyors kertem. Ugye le kell tisztítani a barbecue-t. Kis gázos. Itt a bisztróasztal székekkel. Le kéne mosni ezt is. És a leglényegesebb a kertemben ez a paradicsom palánta. Ezen várom a termést egyébként, hogy majd jó kis lecsó lesz a saját paradicsomból. Hát nem tudom ezen mennyi lesz, 2-3 darab biztos. Itt meg vannak a... Mik ezek? Nem hóvirág, ez a másik gyöngyvirág, vagy ez a hóvirág? Nem tudom. Na, hátul meg most már le kellene vágni a füvet, mondjuk az nem az én dolgom, hanem ide járnak kertészek, tegnap már elkezdték itt a munkálatokat. Csak itt hagyták. Itt van még a karácsonyfám. Majd elviszik. Innen kiszedték a bokrokat. Na jó. Akkor gyerünk a kocsiba. Ja, azt is kértétek már tőlem, hogy mutassam majd be egyszer az autómat belülről. Hát, ja, már kitakarítom először, és akkor mutatom. Na láthatjátok, itt a kulcs az benn van az autóban. Ugye itt nem kell félni, hogy ellopják az autót. Na, és nekem állandó annyit volna az autóm, kulcs benne van. Na mindegy, megyek a címre, most már igyekeznem kell. Na irány! Körülbelül 25 perces az út. És ez New York államba lesz. Na, tiszta virágpor az ablak. Le kell mosni az ablakot. Telefon. Na bocsánat, csak telefon volt. Na, szóval itt vagyok New York államban. Azt mondja, hogy a 120-as úton, azt hiszem. Hát itt olyan túl sok mindent nem láttok. Szerintem, csak fákat, meg egy sárga lámpát. Oké. Ez olyan Twin Peaks-es, gyerekek. Ez olyan Twin Peaks-es. Alig várom már a Twin Peaks. Twin Peaks-nek most jön a folytatása, azt hiszem május 25. Itt fel kell menjek jobbra. Vagy fel kell menjek. Szögödi gyerek. Na, szóval. Jövök. Még kb. 4 perc és ott vagyok. Hát ez ilyen, nagyon ilyen backcountry. Azért itt is vannak szép házak. Nagy házak, fák között, benne az erdőben. Ez ilyen backcountry living. De jó, tehát nincs ezzel semmi gond. Biztos vagyok benne, hogy gyereket nevelni itt a legjobb. Jó levegő van, szép zöld minden, mármint nyáron. Na, szóval most megállok itt ezen a melón. Már voltam itt, ez igazából árazás alatt van, csak megy a varia, mert wallpaper, már angolul próbálom nyomni, mert ugye tapétázni, először a mennyezetet is akarták, utána azt nem, utána akarták, hogy fessük a kereteket, meg a famunkát, aztán azt mondták, hogy nem, de most megint akarják, úgyhogy mondtam, hogy inkább megállok, és akkor átbeszéljük újra az egészet, mert én ezt már beárasztam. Csak
csak hát ugye Varia, megy a Varia. Na, Subaru. Jók ezek a Subaruk amúgy, és nem is drágák. Csak jól lenne lefordulna. Dupla záró vonalon elősz. Oh! Na, 25 a megengedett, már 45-tel megyek, vigyázni kell, nehogy a sheriff itt lelőjön. Az erdő. Szép házak, nézzétek meg itt a erdő közepén. Látjátok ott fönt is ezt. Na itt már 30 a speed limit, sebességkorlátozás. Nagyon szép így, amikor zöldül ki minden. Meg ősszel milyen szép, gyerekek. Na itt bemegyek balra. Itt lesz azt hiszem az út végén a ház valahol. Nagy ilyen. Van ez, nem tudom mi ez a zöld tábla, iskola, ja, iskolabusz, igen, hogyha a pirosan villog, akkor meg kell állni, ez egy ilyen figyelmeztető tábla. Állni. Tök szép, nem? Na nézzük. Valahol Sunrise Drive, ez az. Itt le kell menni jobbra. És itt lesz az egyes szám, ugye? Melyik az? Lesz. Nem emlékszem, mert annyi helyen járok, gyerekek, hogy nem tudom, hogy mi, mert ez lesz az, igen. Na nézzétek, saját tavacska, kis csónak kirakva. Bent a kacsa úszik, kacsák ott úsznak. És ez egy ilyen modern építésű valami. Na, akkor majd folyt. Na gyerekek, mit találtam én itt? Hú, basszátok meg. Ez igen. Na, ez... Szellemvárosok, elhagyatott házak, helyek. Mi ez? Nincs ez elhagyatva szerintem, de minden esetre megér egy kukkantást. Na. Ez egy iskola volt. 1756-ból. Biztos zárva van. Zárva sajnos. Richfield Historical. Így nézett ki egy iskola régen. Hát gondolom ez egy kis falu volt. Nézzünk be. Na. Anno biztos be lehetett néha látogatni. Sajnos most csak az ablakon keresztül tudok. Ott a tanári asztal. Milyen jó kis asztalok, te jó ég. Ha, padok. Az a fűtés, te. Na, hát igen. Ott lehetett fent egy harang is. Biztos, ami
akkor becsöngettek, ott kicsöngettek. De a pincében meg lezárták a rossz gyerekeket. Hát ez csodálatos amúgy. Ezt nézzétek, gyerekek. Micsoda élet lehetett ez. És ilyen kis rajztábláik voltak nekik. Kvétás. Ez volt az igazi.